A Bocskai iskola egykori és jelenlegi diákjainak közös kiállítása nyílt meg a műfházban. A színházteremben a megnyitót követő gálaműsor hatalmas sikert aratott. A legszebb a fehér papír, érintetlen harmónia. Aztán elfog téged is valami vágy a teremtésre. Úgy kalandozol ebben az ősi semmi mezőben, mint a kismadár, mikor lábacskáival rajzol hóra. Meghúzod az első vonalat, törött világ, majd kétségbe esetten igyekszel, dolgozol, fáradsz. Küzdesz vonallal, imával és józanésszel. Törölsz tenyérrel, erővel és érintéssel. Néha örülsz, elfog valami büszke öntudat, hogy sikerül. Aztán mégse. És így harcolsz, újjongsz, zsibbadsz, feszülsz, elbuksz és emelkedsz, ahogy az ég és a földi anyag akarja. És tudod, hogy közben megül át a boldogságot.
Ennyi gratuláció és ennyi gyönyörű szép kép és ennyi méltatás után milyen érzés világot fogni a kezébe? Nagyon szépen köszönöm. Hát nagyon jó érzés, és mindig a gratulációkat fogadni. Persze előtte megvan ez a sok-sok év, amit tanulással és az alkotó munkával töltök, akkor ez egy nagyon nagy elégedettséget okoz számomra. Fantasztikus alkotásokkal találkozunk, életművészek és kibontakozó művészek, sőt időnként gyerekek azok. Jó társaság? Hát persze, mindig a gyerekektől is. A legtöbbet egyébként tőlük lehet, a gyerekektől lehet tanulni. Mit lehet a gyerekektől tanulni? Lazaságot és másfajta szemléleteket. Milyen tervei vannak egy tulajdonképpen életművésznek, aki nem akar kinyúlni a gyerekkorból, mert mindig gyerekekkel foglalkozik? Hát folytatni a gyerekekkel való foglalkozást. Az önkapcsolódása a Bocskai iskolához az egyszerűen fantasztikus, meg az Újvároson is. Előbb a Bocskai iskolában találkozhattunk önnel, aztán később a Balmazartnál. Fejlődünk hova? Hát én még nagyon csak az út elején vagyok, igazából nem lehet tudni még ezt, hogy hova fejlődik az ember. Hát csinálja, igazából oda teszi a lelkét, szívét, és hát hogyha olyan visszajelzéseket kap, mint amiért én is, pár ember már így, akikkel beszélgettek, akik gratuláltak, mondták, hogy nagyon tetszenek a képek, ennél többet nem is lehet igazából kívánni. Néhány hét múlva megint Balmazartújvároson. Találkozunk önnel? Hát szeretném mindenképpen, és akkor majd ott is talán születnek szép képek. Tanárül és Balmazújváros tulajdonképpen egy egybefonó történet, amelynek az ágai hol találkoznak, hol kicsit arrébb mennek. Most egy elképesztő kiállításon vagyunk, ahol egyszerűen nem is tudom, hogy kik találkoznak. Talán diákok, tanárok, talán nemzedékek, képek. Milyen érzés ebben a társaságban lenni? Hát ez olyan, hogy ez a jó érzés, ez folyamatosan megvan bennünk, mert ezeket az embereket, Török Anikó, nekem is mesterem volt, akkor Dani, Nagy Dani tanítványom volt, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és én ismerem az ő munkáikat, meg régebbről is ismertem a munkáit, tehát ilyen szempontból ez nem új. Az tényleg olyan felemelő érzés, hogy így ez a társaság így együtt van itt Balmazújvároson, hogy mindegyikünknek van egy közös kötődésünk, ez a Bocskai iskola. Tanár úr közelebbről ismeri a fiatalabb nemzedéket. Milyen lesz a jövő? A fiatalabb nemzedék között nagyon sok tehetséges, érzékeny, tenni akaró fiatal van. Dani is ezek közé tartozik. Küzdeniük kell a világgal, küzdeniük kell ezzel a mai ilyen értékválságos világgal, de ők jelentik nekünk a reményt, hogy majd visszatér a kultúra, a művészet, a természetes emberi értékek visszatérnek, ők jelentik a reményt. És a